kihűlt állapotban, bezsákolva és összekötve. Ezekre a fontos kritériumokra hívja fel a figyelmet a depónia, a vegyes tüzelésű kazánokban keletkező hamuval kapcsolatban. A hamut kis mennyiségben el lehet helyezni a kommunális gyűjtőedényekbe, de csak előbbi szempontok figyelembevételével. A depónia non-profit Kft. Nem véletlenül hívja fel a figyelmet a szabályok betartására, hiszen a kukák ürítésekor kis mennyiséget meghaladó mértékben a hamu szállóporként jelentkezhet, amely veszélyeztetheti a dolgozók egészségét. Amennyiben a hamu még forró állapotban kerül a hulladékgyűjtő autóba, úgy tűzveszély is kialakulhat, nem megfelelően kihelyezett hamu esetén pedig megtagadhatják az ürítést a szolgáltató munkatársai. A keletkező hamut egyébként érdemes lehet újrahasznosítani, ugyanis a kihűlt hamu nyersanyagokat tartalmaz, így ebben az állapotban bátran önthetjük komposztba, de akár a fák, bokrok és virágok tövéhez is. A hamu továbbá kiváló mész és káliumforrás nyomelemeket tartalmaz, amely szükséges a növények fejlődéséhez. A fahamut trágyázásra is lehet használni a kertben, de célszerűbb először a komposzthalomra helyezni, mivel a fahamuból nedvesség hatására lug és különböző sók oldódnak ki. Kis mennyiségben a só és a lug nem okoz problémát, de ellenkező esetben megperzselhetik a növényeket.